Ezért jöttem a Legóhoz, mert jókat hallottam róla, nagyon sokat lehet fejlődni benne. A munkaközösség az kiváló. Nem monoton ez a szakma, lehet benne fejlődni, mindig új dolgok adódnak. Abszolút század, ezred milliméter pontossággal dolgozunk, és engem igazából ez hoz izgalomba, ez a mérthetetlen pontosság. A szerszám gyakorlatilag a fröcsöntőgépeknek a szíve, mindennek úgy van, a mozgató rugója is, hogyha ez nem lenne, akkor nem tudnánk gyártani, akkor nem tudnánk örömet szerezni a lurkóknak. Hát, ha egy szerszámkészítő nem végzi jól a munkáját, azt a szerszám sohasem fog a termelésben megjelenni, mert mindig vissza fog kerülni javításra, és akár tönkre is mehet. Általánosságban is a szerszámkészítő szakma az egy összetett szakma, ami áll egyrészt az összes forgácsolagú műveletekből, tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden forgácsolagú gépen tudni kell egy szerszámkészítőnek dolgozni. Aztán, ha megcsinálta az egyes alkatrészeit annak a bizonyos szerszámnak, akkor ezt tudni kell összerakni, precízen illeszteni. Észre kellett vennünk azt, hogy ez egy hiányszakma, és akármilyen oldalról is közelítjük a dolgokat, nem kerülhetjük el azt, hogy becsatlakozunk mi is ebbe a körbe, és mi is kivegyük a részünket a szerszámkészítő képzésből. Óriási figyelmet fordít a LEGO arra, hogy képezze a dolgozóit, képezze a diákjait. Jelen pillanatban ez a munkahely, tehát ez a LEGO szerszámüzem a legfejlettebb technológiát képviseli. A diákok a saját műhelyünkben olyan tényleg korszerű naprakész gépeken sajátítanak el ismereteket, amelyre az iparban szükségük van, illetve amely majd őket segítő, hogy megfelelő munkáltatót találjanak, hogy a LEGO-nál elhelyezkedjenek, amelyek tényleg elsőrangúak. Itt azt a technológiát, ahogy tudják megtanulni, amit a világon jelen pillanatban a legélvonalban járó cégek használnak. Elsőrangúak itt alapvetően az eszközparkunk, azok a fénymegmunkáló berendezések, azok a nem csak a szerszámüzem életében jelenlévő berendezések, amelyeket még minden munkatárs használ. Akár a termelési folyamatainkban, akár pedig az irodai folyamatainkban olyan eszközökkel próbáljuk a mindennapi termelést koordinálni, támogatni, hogy ez a legdinamikusabb legyen és a leghatékonyabb. Az, hogy megszerezik az alaptudást, az bárhol jó lehet, de azok itteni tudásukban tudnak fejlődni, és megfelelő színvonalon tudják ellátni a munkájukat, ahhoz oktatásokon fognak részt venni. Tehát folyamatosan kísérni fogjuk mindenkinek az életútját, és támogatjuk ebben. Gyakorlatilag ezek a diákok egy vezető-oktató támogatása mellett kis csoportban sajátítanak el ismereteket, önállóan oldanak meg helyzeteket, és ezekből építkeznek. Az itteni tanulóink már versenyeken vesznek részt, elég jó eredményekkel szerepelnek, ez talán mutatja is a képzésnek a színvonalát, amit mi tudunk nyújtani. Például van olyan szerszámkészítő munkatársunk, aki az országos szakma kiváló tanulója versenyen helyezést ért el. Ez a fiatalember a végzés követő, másnap már itt állt munkában állunk. Érettség után szakmát választottam, szerszámkészítő szakmára jöttem, ami 2 éves. Hallottam erről a képzésről, hogy ezzel el lehet helyezkedni. Itt a LEGO-nál. Így jutottam ide. Megtetszett. Tehát láttam, amikor egy bizonyos szerszám nyit zár, aztán ugye, ha érdekelnek a dolgok, akkor könnyebben is fogod fel, és nekem ez nagyon tetszett, és gondoltam, kipróbálom. És így, hogy kipróbáltam, szerintem bevált. Az iskolában nem voltak ilyen oktatásai, ilyen speciális oktatásai, mint a LEGO-nál. Itt tudtam kitanulni azt, amit most csinálok. Azért jöttem a LEGO-hoz, mert ez egy olyan cég, aminél a jövőmet olyan szinten építhetem, ahol Magyarországon nagyon kevés cégnél tehetném ezt meg. Több évbe kerül, de lényegében ez alatt a fröccsöntő szerszámoknak a szerelését, javítását a különböző szinteken mindent el fogja sajátítani, illetve itt tudja alkalmazni. Most itt ülhetek ebben a székben, mint egy olyan diák, aki sikeresen végzett a LEGO-nál. Tényleg azzal foglalkozunk, amire szükségünk van az életben, és így könnyebb tanulnunk ezt a dolgot. Különböző gyakorlatokat kellett csinálnunk, szóval rá kellett érezni a reszelésre, például a műhelybe, akkor voltunk esztergálni, köszörülni, marni, azokat is meg kellett tanulni. Szolgalmaznak és türelmesnek kellett lenni ahhoz, hogy ezeket meg tudjam valósítani. Hát olyan embereknek ajánlanám, akik szeretik a műszaki dolgokat, meg ez egy olyan hely, ahol lehet fejlődni. Minden adottság megvan hozzá. Hát ez egy kisebb közösség, ami
úgymond egy baráti közösség, mert mindenki függ mindenkitől, tehát mindenképpen előnyös, ha jóban vagy az emberekkel, barátjuk vagy, és igazából a Legónál ezzel sosem volt probléma. Ez egy nagyon jó kis fiatalos csapat, akár legyen szó egy kisebb közösségről, vagy hogyha nagyobb skálát nézzük, természetesen idősebb kollégák is vannak, de az biztos, hogy egy nagyon közvetlen és jó hangulatú csoportról beszélünk. A szakma szépsége a precizitás, és az, hogy minden dologra olyan részletességgel oda kell figyelnünk, hogy egyetlen hibát vétünk, aztán borul az egész rendszer. Ehhez nagyon jó szem kell. Nyugodt, biztos kéz, meg egy kis rátermettség. Viszonylag dolgosan kell dolgozni, de fő inkább a minőség. Minél pontosabban dolgozni. Hát én azért választottam ezt a szakmát, és szerintem ez a mai napig megállja a helyét, mert régen is úgy hittek ezt, hogy a szerszámkészítés a fémes munkáknak a királya. Ez még most is így van, tehát abszolút rálátást ad bármilyen jellegű fémes munkára. Hát ha végignézünk úgy a szerszámüzembe, mint a tanműhelybe, szerintem ilyen körülmények, amik itt vannak, azok ritkák, meg vannak becsülve a szerszámkészítők itt. Csak a legjobb lehet, elég jó, és ez úgy gondolom, hogy nem csak egy üres ígérgetés, hanem emögött tényleg tartalom is van. Tehát első ugye a minőség, másrészt ez egy környezetbarát gyár, amit nem sok mindenki mondhat el magára, hogy ilyen gyárban dolgozik, biztos látátok a szolárlámpákat, hogy újra hasznosítjuk az esővizet. Tehát aki egy kicsit is magáénak érzi a környezetvédelmet, annak úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy pozitívum. Az eredményhez vezető út pedig akár csak így a LEGO elemek, azt így szabadon lehet variálni, hiszen gyakran egy eredmény többféle úton is el lehet érni, és ez a fajta kreativitás, ez a fajta ilyen játékos szabadság a munkában nagyon szórakoztató tud lenni. A fröccsöntő szerszám a LEGO gyártás szíve, és ezen dolgozunk mi minden nap, hogy ezek a szerszámok megfelelően tudjanak működni.